Tehát készült egy felmérés, már korábban is emlékeznek rá, hogy a Political Capital kutatóival beszélgettünk arról, hogy milyen támogatói köre van például a Jobbiknak, és megdöbbentő eredmények születtek. Már abból a szempontból megdöbbentők, hogy nagyon sokan arra számítottak, hogy a kiábrándult, nagyon szegény sorban élő emberek, akik az egész életben csalódtak a környezetükben, a munkahelyükben, most ők azok, akik végső elkeseredésben valami mencsvárat találnak a különböző szélsőséges eszmékben. Aztán kiderült, hogy szó nincs erről. Most nem a Jobbik támogatóit kutatta a Demos és a Political Capital, hanem a különböző mozgalmak, az Európában is egyre inkább megszaporodó baloldali és egészen sokszor rendszerkritikus mozgalmaknak a támogatóit, elsősorban a közösségi médián keresztül. Krekó Péter a vendégem. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Tehát, hogy a közösségi médián, a Facebook csoportokon keresztül hogyan tudják, vagy kik azok, akik ezeket a mozgalmakat támogatják, illetve a híveivé válnak, vagy nem is tudom, hogy hívekről beszélünk egyáltalán. Kiket vizsgáltak? Tehát mi pártokat, vagy csak kizárólag mozgalmakat? Fogalmazok, hogyha szervezeteket összefoglaló néven, mert nagyon, tehát 8 szervezetet vizsgáltunk, amelyben a Magyar Kétfarkú Kutya pártól, ami, ha úgy veszük, egy viccpárt, az együtt 2014-ig... Hát, komolyak ők. Igen. Szerintem ők magukat is a viccpártnak nevezik, tehát ezért merem ezt megtenni. Az együtt 2014-ig, ami hát kormányzati hatalmat megszerezni kívánó politikai párt, sokféle szervezet benne volt. Mi azt mondtuk, hogy egy közös vonása van ezeknek a szervezeteknek, és ebben valamiféle hasonlóság van egyébként olyan nemzetközi mozgalmakkal, mint mondjuk a német kalózpárt, mint az olasz Bebe Grillo mozgalma, nagyon más szervezetek, de egy fontos elemük van, hogy valamiféle új civil politikát hirdetnek. És ez még kezdetben leginkább az együtt 2014-re is igaz volt, azért a Millával és a Szolidaritással álltak mondjuk egy színpadra annak idején. Tehát van egy olyan ígéret ezeknek a politikai erőknek a részéről, és ez igaz mondjuk a szintén vizsgált hallgatói hálózatra is, de igaz mondjuk a negyedik köztársaság pártra és sok más szervezetre, hogy azt mondják, hogy a hagyományos formája politizálásnak, a képviseleti demokrácia, az lehet, hogy működik bizonyos esetekben, de legalábbis valami reformra szorul, civil hangokra van szükség a politikába, és valahogy a civil logikát, a civil mozgalmi logikát kell beemelni a politikába. Az LMP is annak idején 2010-ben ilyen célkitűzésekkel lépett fel. Más oldalról azt is láttuk mondjuk az elmúlt 3 évben az LMP példáján, hogy milyen nehéz ezeknek a pártoknak utána alkalmazkodni ahhoz a környezethez. Amibe kerültek, és amit megkritizáltak. Na hát erről mindjárt beszélünk, hogy aztán kiből mi lett, de ugye önök nem, tehát nem a pártokat, tehát nem amit együtt 2014-et, vagy az LMP-t, vagy a 4K-t, hanem az őket követőket. Pontosan az ő Facebook követőit is. A Facebook követőit. Mit lehet róluk elmondani? Tehát egyáltalán ellenzéki pártok, mozgalmak követői nyilván azzal az eszmével, azzal az ideológiával azonosulnak, ha már egyszer követőkké válnak, amit az ellenzéki szervezetek képviselnek. Tehát a rendszerkritika, mint olyan, azt gondolom, hogy mindenkinél jelen van, hiszen akkor, ha nem lenne, akkor nem választaná magának követendő példaként ezeket a mozgalmakat. Lehet-e valamiféle sorrendet állítani, hogy ha kritizálnak, mert pedig kritizálnak, akkor mit kritizálnak a legjobban, és akkor így sorrendbe lefelé, hogy kevésbé legjobban? Hát ez a legjobb kérdés, mert meg lehet fogalmazni a tanulmánynak az alap téziseit. Alapvetően a legjobban a nemzeti politikai intézményeket kritizálják, kormányt, az országgyűlést és a hagyományos médiát, a rádiót, televíziót is, az ATV-re külön nem kérdeztünk rá, lehet, hogy akkor jobb eredményeket kaptunk volna, de a sajtó, a rádió, a televízió nyilvánvalóan abból kifolyólag, mert ezt úgy látják ezeknek a szervezeteknek a követői, hogy ezeket elfoglalta a politika és a jobboldali politika, ezekben egyáltalán nem bíznak. És ami nagyon érdekes, hogy a legjobban a nemzetközi szervezetekbe bíznak, Európai Unió és ENSZ. Az Európai Unió az szerintem a magyar ellenzék számára és az új ellenzéki mozgalmakon túl az egész ellenzékre elmondható valamilyen szempontból a mencsvár. Mencsvár, és szerintem a hazai demokrácia megmentőjeként tekintenek az Európai Unió, lehetséges megmentőjeként, vagy legalábbis egy demokrácia pótlékként. Tehát az Európai Unió, a civil szervezetek, akikben még nagyon erős a bizalom, és az internet. Az internetben a választók 80%-a bízott, míg a televízióban csak 7%-uk. Ez jól mutatja egyébként azt 80 is, hogy... 80 aránylag a 7-hez? Pontosan.
Pontosan, ez jól mutatja azt is, hogy nyilvánvalóan ez egy speciális közeg, mert ezek a Facebook követők, de az ő számukra a Facebook az nem csak egy lehetőség arra, hogy kapcsolatot teremtsenek másokkal és informálódjanak, hanem ez az információ forrás, hiszen más forrásokból ők úgy látják, hogy nem nagyon kapják meg a szükséges eredményeket. Ami egy érdekes hungarikum, azt mondhatjuk, hogy az Európai Unióban iránt tényleg nagyon lelkesek ezek a mozgalmak, legkevésbé talán például az LMP szavazói, de még ők is viszonylag támogatóak. Mondjuk ha Olaszországban nézzük a rendszerkritikusabb szerveződéseket, mondjuk a Bebe Grillo mozgalmát, vagy a Német Kalózpártot, hát ők azért olyan nagyon nem rajonganak az Európai Unióért, tehát ezek az új baloldali mozgalmak Nyugat-Európában általában egyszerre kritikusak a nemzeti demokráciával szemben és az Európai Unióval szemben, nálunk nem ez a helyzet. Amikor azt kérdezem, hogy mi az, ami leginkább nem tetszik nekik, tehát mit kritizálnak legtöbbször, azt gondoltam, hogy mondjuk a munkahelyteremtés. Tehát, hogy egészen ilyen egy kormányzati, vagy egy kormányzaton belül, a kormányzati intézkedések halmazán belül, mondjuk azzal a legelégedetlenebbek, hogy milyen a gazdaság állapota, és ez hogyan vetül ki a saját életükre, hogy milyen a munkahelyteremtés, sikerül vagy sem, ígért új munkahelyek, ő elveszítette, talált-e újat, tehát hogy a személyes életükből indulnak ki, és a személyes elfogadható érdekek alapján kritizálnak. De ezek szerint, tehát ezekre a csoportokra az jellemző, hogy ettől így felülemelkedve, tehát intézményrendszert, jogállamiságot, demokrácia deficitet, tehát leginkább ezeket említik akkor, amikor kritizálnak valamit és valakit? Volt egy olyan kérdés, amikor kifejezetten az volt a kérdés, tehát ez volt a feltevés, hogy mik azok a problémák, amelyeket a legfontosabbnak tartanak, és ebben valamiféle rangsort helyeztek el. És egyébként ebben a kérdésben nem tértek el nagyon a magyar választóktól, mert a két legfontosabb helyzet és a munkanélküliség volt, ami a magyar lakosság egésze számára nagyon fontos. Érdekes egyébként, hogy a Jobbik Facebook követőinél ezek egyáltalán nem voltak ilyen fontos problémák, mint amik itt kijöttek, viszont van egy nagyon érdekes mintázat, hogy például az áremelkedés, ami a magyar lakosság számára egy alapvetően súlyos. Várjon, állítólag megint baj van a mikrofonjával. Azért mondom, hogy állítólag, mi így kezdtük a beszélgetést, azért beszéltem szokásomtól eltérően kicsit hosszabban, mert addig állítgattuk. Kérem a kollégát, nyugodtan jöjjön csak be, és adja oda a kézi mikrofont. Van ez így. Köszönöm szépen. Biztos tönkretette, láttam, hogy ott pisztergált az akkori a zsebében. Egy kicsit rockstárnak érzem így magam, hogy mikrofonba kell, hogy mondjam. Így szoktuk feldobni a beszélgetést, hogy Ezt így bevetjük. Énekelne is egyet? Nem próbálom meg. Akkor visszatérünk az elemzésre, hogyha nem próbálja meg az éneklést, vagy a kutatáshoz. Szóval ott tartottunk, hogy rákérdeztek a személyes életükre is, vagy a személyes élményekre, és ott a munkahely, illetve a gazdaság állapota volt az, ami a leginkább érdekes. És ami nagyon érdekes, hogy a Jobbik követőknél egy nagyon más mintázat rajzolódott ki. Számukra a bűnözés volt az egyik legfontosabb probléma, és egyébként olyan témák, mint például a nemzeti identitásnak az elvesztése. A bűnözés az nyilvánvalóan a Jobbik retorikájára lefordítva az a cigány bűnözés, de például a nemzeti identitással kapcsolatos problémák, aggodalmak, azok ott nagyon erősek voltak, itt ezek nem nagyon jöttek elő. És ami érdekes, hogy az áremelkedések, amik a magyar lakosság egészében nagyon komoly problémát jelentenek, nem véletlen, hogy a rezsicsökkentés olyan népszerű, azok ebben a közegben például egyáltalán az új baloldali mozgalmak követőinek egyáltalán nem jelentettek problémát. Ez valahogy azt jelenti szerintem, mert itt egy nagyon magasan képzett és az átlagnál jobban szituált csoportról beszélünk, hogy a magyar gazdaság általános állapota az, ami őket inkább aggasztja, milyen irányba tart a magyar gazdasági rendszer és az egész modell és a jövő. És nem arról van szó, hogy az itt és most a napi filléres problémák azok, amik őket elsősorban foglalkoztatnák. Na akkor engem meg azt foglalkoztat, hogy ezek a csoportok hogyan reagálnak arra, amikor a általuk támogatott szervezet, amely civilnek indult, vagy akár magán a Facebookon indult, lásd Milla, egyszer csak túl közel kerül a politikához, és már egyre inkább kopik le róla a civil jellege, lásd Milla, akkor megmaradnak mellette? Tehát a követők, a Facebook követők azt szeretik ezekben a szervezetekben, azért állnak melléjük, mert hogy
onnan nőnek ki, ahol ők is elkezdik követni, a civil ellenzéki hangot szeretik bennük, aztán amikor már ők is politizálnak, és már a nagy politika felé több mint hajlanak, választásokon akarnak indulni egy párt szövetségben, akkor mit szólnak a támogatók? Ezt így elnézik? Ezzel kapcsolatban volt egy nagyon érdekes vita a mai rendezvényen, ahol ezt bemutattuk, ezt a tanulmányt, és alapvetően hát azért két álláspont is megszólalt. Az egyik az az, hogy ez egy törvényszerű döntés volt, mert hogy ezek a szervezetek egy idő után, hogyha hatni akarnak a politikai folyamatokra, akkor ezt nem tudják máshogy megtenni, mint hogy valahogy becsatornázzák magukat a képviseleti rendszerbe, pártok mellé állnak, és politikusok mellé állnak. És elhangzott egy olyan vélemény is, ami szerint ez egy alapvető meghasonulást jelentett például Millának a történetében. Én ahogy figyeltem az ezzel kapcsolatos adatokat, nálunk az nagyon ritka, hogy elpártolnának a Facebookon ezektől a szervezetektől. Egyébként, hogyha nem nagyon figyeljük ezeknek a szervezeteknek a híreit, nem klikkelünk rá, akkor idő után eltűnik a falunkról. Tehát nem is feltétlenül szükséges ez, de hogy a jelenségről magáról is beszéljünk egy kicsit. Mi azt találtuk, hogy ezek az úgynevezett, mi úgy neveztük őket, hogy apolitikus politikai mozgalmak, ezek soha nem tudják könnyen meghaladni azt a paradoxont, hogy egy olyan rendszernek kellene a részévé válniuk ahhoz, hogy hatást tudjanak elérni, amit valamilyen szempontból ők maguk is kritizálnak. És mondom, szerintem erre nálunk a Milla is egy nagyon jó példa, mert azt hiszem, hogy azért olyan komoly törés, mint ami azután, hogy Bajnai Gordon mögé vagy mellé beállt a Milla korábban, nem nagyon volt, de a másik az LMP, ami egyszerre ment, ami egy identitásválságon esett át, és aztán azt mondhatjuk, hogy egy baj jobb törésvonal mentén ketté szakadt. De nemzetközi példákat is mutathatunk erre, vagy mondhatunk erre, mondjuk Bebe Grillo, aki egy hatalmas támogatással jutott be az olasz parlamentbe, mindenáron igyekezett azt elkerülni, hogy ő kormányzati erő lehessen. Hozzáteszem, a többi politikai erő sem nagyon szerette volna, de menekültek a hatalomtól, és mondjuk ott van Német Kalózpártnak a példája, akik miután bekerültek a német törvényhozat, és az utóbbi időben nagyon jó politikai eredményeket mutattak fel. Belső válságok folytán, aminek az egyik lényege pont ez volt, hogy mit kezdjünk azzal a helyzettel, hogy politikusok lettünk. Ennek kapcsán gyakorlatilag összeomlott. Tehát az igazi kérdés az, hogy mennyire képesek azok a szervezetek hatni a politikára, és ezt még nem tudjuk, és amelyek mennyire maguk is ambivalensek a politikával szemben. És a hallgatói hálózat például is talán. Igen, ez jutott nekem is eszembe. Tehát saját maguknak is fel kell dolgozniuk ezt a helyzetet, és a feldolgozásra kezelni kell ezt a helyzetet. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm.